a világ az már kész van. Tehát nem lehet benne titkokat kitalálni, hanem a titkokat, a világ titkait megfejteni lehet csak. Azt akarom ezzel mondani, hogy ahogy minden, amit feltalálunk, gyakorlatilag egy másolata a természetnek nagy részt, vagy nagyjából, és nagyon kevés olyan dolog van, amit még nem találtunk meg a természetbe, hasonlót. Ezért az igazán nagy dolgokat, azokat, meg a legtöbb nagy dolgot, azokat megtalálni, megfejteni lehet, hiszen azok titkok. Ugye a Jóisten azt tudja, mert hiszen ugye ő teremtette a világot. Úgyhogy ezek a dolgok már, ez a tudás már létezik. Mi nem találhatjuk ki, vagy ha kitalál, úgy gondoljuk, hogy kitaláljuk, akkor az nem egy új kitalálás. Nem egy új titoknak a kitalálása. A titkokat csak megfejteni lehet. És a megfejtés az azt jelenti, hogy megértem a dolgokat. Tehát aki megérti a dolgokat, az megfejti a titkokat. Vagy aki megfejti a titkokat, az azt jelenti, hogy megértette a dolgokat. Mert a titkok azok a rejtett dolgok. És a világ azokból a dolgokból áll, amit ismerünk, és az összes többiből, amit nem. Úgyhogy azokat meg kell fejteni.